Sziasztok! Itt vagyok a zengő tetején, a kilátóban. Szembe velem a tévétorony. Gyönyörű, friss az idő. Kicsit jobbra ott van a hármas hegy. A hármas egy tetején épül a Zul új jégelhárító rakétának az állomása. Ott van Komló városa mögötte. Kicsit megyünk tovább, jobbra. Ott láthatjuk a Misketetőt, Kisújbánya felett, a Cigányhegy lábánál. Ő az, gyönyörű, szép így havasan is. Nagyon szeretjük télen, nyáron, tavasszal, ősszel. Gyönyörűek a fák, be vannak deresedve. Szép tiszta az idő. Csend van. Hát ez a zászlója kicsit meg van már tépve. Itt az időjárási viszonyok kikezdték. Ugye állandó szél van. De az ég az gyönyörű kék. Ilyen kéket nem lehet festeni sem. Ő a hármas megint, örök kedvenc, mellette lenterül el hosszú hetény, be van havazva teljesen. Megyünk visszafelé. Szemben magasodik, majd mindjárt ránagyítok. Valahol a Szársomjú. Igen, ott kellene valahol lenni. Itt van megint egy zászlónk. Ennek is már csak a negyede van meg. Olyan, mintha most hozták volna vissza a háborúból. Itt pedig alattunk terül el Pécsvárad. Erre is megpróbálok majd rányagyítani, ezt a gyönyörű templomot megmutatni. Ott van valahol, ott piroslik a teteje, mellette pedig a Pécsváradi vár. Szanaszét minden be van havazva, gyönyörű deresek a fák. Megyünk tovább, balra. Ott a távolban egy kedves ismerősöm mondta, hogy keressem meg, mert ott van valahol délkelet irányban a Duna, valahol ugye Mohács környékén. Sajnos innen nem lehet látni szabad szemmel, a társövem pedig a kocsiban van, jó helyen. De ott kell, hogy legyen a Duna, ez egyértelmű. És újra körbeértünk, újra ott van a Misketető, a Cigányhegy lábánál. Hát a kilátó a Cigányhelyen sajnos nem látszik, az is elég messze van. Gyönyörű, havas minden. Csodálatos friss levegő van itt fönt. Az ujjaim már lefagytak. Még egy kis Misketető, az örök kedvenc.